Mint az a szerdán esedékes kosárlabda Európa Liga selejtezőt beharangozó tájékoztatón elhangzott, újabb mérföldkőhöz érkezik a miskolci sporttörténet. Ugyanis Európa legrangosabb kupaküzdelmében még semmilyen sportágban nem szerepelt a város egyetlen csapata sem. Ezt a kitüntető sort a DVTK kosarasai nyithatják meg. Szerdán este 6:30 kezdődik a nagy érdeklődés övezte kosárlabda Európa Liga selejtező a Városi Szabadidő Központban Miskolcon. A mérkőzés felvezetőjeként sajtótájékoztatót tartottak, a vezetőedző, ahogyan az a mérkőzéseket követő tájékoztatókon sokszor elhangzik a csapat motorja, valamint a csapatvezetők jelenlétében. Szerdán a Rejerve Nédziával mérkőzünk meg oda visszavágós meccseken, és bízunk benne, hogy jól fogunk szerepelni, és akkor a jövőben a világ legrangosabb, híresebb edzőket és játékosokat tudjuk majd itt fogadni Miskolcon is. A piros-fehérek közönség kedvence Medgyesi Dóra szerint ezzel a kupa találkozóval sokuk pályafutásának legkülönlegesebb mérkőzése következik, mely során mindent megtesznek majd a továbbjutásért. Eljött a pillanat, amit már nagyon vártunk, hiszen nagyon sok csapattársam, vagyis az én is személy szerint még nem játszottam Európa Ligában, és azért egy ilyen sportolónak mindig az a cél, vagy az álma, hogy a legmagasabb és legrangosabb ligában játszhasson, és megmérettethesse magát. Elhangzott még, hogy a játékosok felkészültek, és az lesz a cél, hogy azt az utat tudja folytatni majd a csapat, amit az elmúlt szezonban már megkezdtek a piros-fehérek. Nagyon bízom benne, hogy lesz még ennél fontosabb mérkőzésünk az év során, de az kétségtelen, hogy most ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzésnek ígérkezik. Úgy gondolom, hogy tényleg egy olyan szintre léptünk, amit hogyha sikerülne megugranunk, akkor az én azt gondolom minden várakozást fölülmúlna. Bár a DVTK-t érzékenyen érintette több játékos a sérülése is, ennek ellenére a szurkolói bizakodás töretlen. Ez a várakozás a csapattal szemben és az eredményekkel szemben itt egyre fokozódik, és ez abból is látszik, hogy már több száz bejeletet eladtunk erre az idényre, amivel egészen biztosan rekordot fogunk dönteni. Az Aluinben DVTK Rejer Venícia Európa Liga selejtező szerdán 18:30 kezdődik a Városi Szabadidőközpontban. A mérkőzés terveny szerint csütörtökön este 8:30-tól nézhetik majd végig a Miskolc televízióban.